Angela Merkel Berlinben találkozott Greta Thunberg svéd klímaaktivistával és két társával. A találkozó egyik témája az Unió és a Mercosur országok, vagyis Brazília, Argentina, Uruguay és Paraguay között létrejött megállapodás, melynek részeként az EU liberalizálná az ezekből az országokból érkező termékek kereskedelmének 82%-át. Csökkenne például a marhahús vámja. A Ronada Weber belga klímaaktivista szerint ez kihatással van a brazíliai esőerdőkre. A mi álláspontunk az, hogy a szerződés aláírása, illetve ratifikációja sértené az emberi jogokat az Amazonas erdeiben. Most már mi is Európával együtt felelősek vagyunk az esőerdő pusztulásáért, és nagyon boldog voltam, amikor azt hallottam, hogy Angela Merkel jelen állapotában nem írná alá a szerződést. A találkozón szintén résztvevő Föld Barátai Nemzetközi Szervezet úgy véli, itt a megfelelő idő, hogy Angela Merkel ösztönözze a többi európai vezetőt további intézkedések megtételére a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Azt mondani nekik, hogy fontolóra veszi a lépések megtételét, valószínűleg a legtöbb, amit egy ilyen találkozón egy kancellár megígérhet, de ez már jó jel, és remélem, hogy a német elnökség alatt Merkel képes lesz elmozdítani az Uniót a magasabb klímacélok elérése felé, mondta a szervezet igazgatója. Németország a jövő hónapban új 2030-as klímacélkitűzésre tesz javaslatot. A jelenlegi 1990-es szinthez képest 40%-os csökkentési céllal szemben 50-55%-os csökkentést fog javasolni.